Véletlenül a legpénztelenebb kampány volt, meg szerintem így a legjobb hangulatú kampány. A politika történelmet írt, nem csak bekerültünk a parlamentbe az ország negyedik legnagyobb pártjaként, de úgy tűnik, fölülmúltuk azokat a várakozásokat, amiket a közvéleménykutató intézetek mutattak. Miniszterelnök úr, viszont, hogy a szuverenitásról beszélünk kell arról is, hogy a szuverenitás nem az öné, nem a Fidesz-KDNP kétharmadjáé, hanem a népé. Vannak-e olyan szabályozási hiányosságok, amik lehetővé teszik, hogy bizonyos oligarchakörök, bizonyos udvari beszállítók elvigyenek minden egyes közbeszerzési tendert? A kongresszustól nem kevesebbet várunk, mint az, hogy a december 23-án kapott lendületünket visszaszerezzük. Hangzatos szlogenjei és látszólagos nemzeti érzülete elhitette az emberekkel, hogy a vidék végre fontos lesz, végre középpontba fog kerülni a vidéken élő ember, de az illúziók kora kétségtelenül lejárt. A vidék maguknak föld, pénz és szavazat. Folyamatosan küzdünk, és a falig el fogunk menni azért, hogy önök ne tudják ezt az országot ilyen helyzetbe hozni. Felszólítom Schiffer András, frakcióvezető urat, hogy a házszabály 49-es paragrafus 4-es bekezdése értelmében gondoskodjon arról, hogy a frakciója fejezze be az országgyűlésben a rendzavarást.